Egy fiatal kőris fasor előtt állok éppen, és a Fraxinus Excelsior a magas kőr is látható mögöttem, ami ugye nálunk is honos, és kb. 30-40 méteres magasságig nő meg, és hogyha igazából közel megyünk hozzá, akkor lehet látni, hogy ezeket a nagyon jellegzetes leveleket. Ugye, ha valaki elkezd összekeverni, hogy az ornusza az angusztifóliával, vagy ott esetben más kőrissel, akkor a legbiztosabban ugye úgy lehet megkülönböztetni, hogy látjuk, hogy a rügyei azok feketék. Tehát, hogyha látjuk, hogy a rügyei feketék, akkor onnantól kezdve már föl tudjuk ismerni, ugye páratlanul szárnyalatlan összetettek a levelei, a levélkék száma az ugye 7, 11 vagy 13 szokott lenni, és ilyen különböző fajták azok, amelyek ugye a rendelkezésünkre állnak, de ez alapján, a fekete rügy alapján egészen biztosan, hogy tudhatjuk, hogy Fraxinus Excelsiorról, tehát magaskőrisről van szó.